hanem elég csak kinéznem az ablakon, és Bíró Tomi ugyanezt csinálja, aki föl-alá szaladgál az ablakunk előtt, és ez számunkra is óriási motivációt ad. Iván Péter vagyok, a legtöbben úgy ismernek, mint a Kortárs Magyar Galéria igazgatóját. Kevesebben ismernek úgy, mint az a személy, aki a DAC felületein megjelenő legtöbb videó mögött áll. Igen, ez jó régen volt, tény. Hát valahol az én történetem az fcdac1904.com-mal kezdődik. Tudni kell rólam, hogy én nem tanultam videózást, én végzettségem szerint tanár lennék, Pozsonyi Komenszky Egyetem bölcsészkarán végeztem történelem és esztétika szakon, és ebben a szakmában sem dolgozom, hiszen, mint már említettem, én a kultúrában tevékenykedem már közel 10 éve, és 2005-ben indította el Nagy Krisztián, aki jelenleg a DAC PR menedzsere, ezt a weboldalat, amiről mi beszélünk, a DAC nem hivatalos weboldalát, és rögtön úgy éreztem, akkor még egyetemistaként, hogy ebben én valahogy szeretnék részt venni. És kettő, illetve három olyan feladat volt, amiben én szerepet tudtam vállalni a weboldal működésében. Nagyon sokat szkenneltem, majd később elkezdtem a videókat digitalizálni, valahol itt kezdődött az egész kapcsolat a videókkal. És hát a legfontosabb és hát a legközismertebb tény az, hogy 2006-ban hoztam létre, akkor még a DAC szurkolók egyetlen kommunikációs felületét, a DAC fórumot. Akkor még ez volt a legmodernebb technológia, fogalmazzunk így. Ekkor még a közösségi média kimerült a MyVib-ben és a MySpace-ben, ami nem volt egy olyan felület, ahol gyakorlatilag azonnal lehetett volna kommunikálni. És hát ugyanez a DAC fórum létrejött, valójában már bele is volt kódolva az, hogy ennek egyszer vége lesz. Hiszen azzal, hogy megjelent a Facebook és megjelent a ma ismert közösségi média, ezzel elértük azt, hogy nem volt már többet igény egy olyan felületre, ahol csak álnéven tudta kommunikálni az emberek. Ha belegondolunk abba, hogy 2010-ben volt a Facebook fénykora, 2011-re már gyakorlatilag mindenki regisztrált, ekkor már maga a fórum 5 éve működött, és hát ebben már bele volt kódolva az, hogy ennek egyszer vége lesz. Hát ez a DAC fórum volt az, amikor a szurkolók közötti beszélgetés a kocsmákból és a kávézókból és az utcai találkozásokból átkerült a virtuális térbe. De valahogy mégsem, hiszen a technológia csak azt engedte meg akkoriban, hogy itt álneveket válaszolnak, nickneveket válaszolnak maguknak az emberek, ami rögtön már problémát is jelentett, hiszen az embernek nem kellett felvállalni a saját arcát, ezáltal lehet, hogy szabadabban mondta ki a véleményét, vagy olyan véleményt fejezett ki, amelyet egyébként arccal nem is vállalt volna. Ez mondhatjuk, és mai napig állítom, hogy ez volt a legnagyobb negatívuma ennek a lehetőségnek, hiszen manapság, ha valamilyen közösségi média felületen véleményt mond akárki, akkor a neve, a fényképe az rögtön ott van. Tehát arccal kell felvállalni az adott véleményt, kivéve ha nem csinál valaki magának valamiféle álnevet, de ez már egy morális kérdés, ez már egy másik történet. Ugye a DAC szurkolónak lenni az nem most kezdődött nálam, nyilván ez gyerekkorban ivódik bele az emberbe. Az, hogy mellette választottam magamnak egy szakmát, pontosabban fogalmazva egy hivatást, hiszen ez inkább egy hivatás a kultúrában dolgozni, ez megint egy másik történet. Mindig is érdekelt engem a DAC és a DAC körüli történések, és különösen vonzott engem az, hogy ebben valamilyen szinten ki tudjam venni a részem. És ahogyan a régi honlapon is sikeresen kivettem a részem abból, hogy hozzá tudjak valamit tenni, valamit alkotni tudjak, ami a DAC számára hasznos és fontos. Úgy, mikor adódott a lehetőség, hogy 2014-től, a tulajdonosváltástól már a hivatalos honlapnak lehetett dolgozni, ez számomra egy óriási, egyrészt öröm is volt, másrészt meg egy óriási kihívás is volt. Hiszen úgy, ahogyan a klub fejlődött,
és fejlődik a mai napig, úgy próbálom én is magamat képezni és fejleszteni. Természetesen össze sem lehet hasonlítani a mai állapotokat azzal, ahogyan mi indultunk. 2014-ben, ahogyan a klub is még talán még kereste a helyét, kerestük azt, hogy milyen irányba kell elindulni, úgy én is fogalmazunk így, hogy kerestem a helyemet. Az eszközparkunk sem volt még olyan, mint amilyen manapság, de a legnagyobb öröm és kihívás ebben számomra az, hogy a legmodernebb technikával dolgozhatunk ma már, és próbáljam meg ebből kihozni a legjobbat, a legérdekesebbet és a legszórakoztatóbbat, ez sem mellékes. Hozzá kell tenni azért, hogy én nem tartom magam semmiféle művésznek, vagy valamiféle nagy alkotónak. Én sportújságírónak tartom magam a mai napig, olyan értelemben, hogy engem leginkább a meccsek összefoglalói, a meccs interjúk érdekelnek, de természetesen nem csak ebből áll egy munka a DAC marketing csapatában, hanem abból is áll, hogy valami újat, valami innovatívat és valami szórakoztatót adjunk a közönségnek. Természetesen azzal, hogy felépült az új stadion, ez a csodálatos MOL Arena, ezzel az én feladataim is megváltoztak. Mai napig csinálom természetesen azt a munkát is, amit előtte. A mai napig törekszünk arra, hogy lehetőleg a mérkőzés lefújása után egy-másfél órán belül az összefoglaló fent legyen a weboldalon. Ez már szinte rutinszerűen működik nálam, tehát nagyon gyorsan meg tudom már vágni a mérkőzések összefoglalóját. Ez az elsődleges cél. Ezt csinálom 2014 óta, ebben semmilyen változás nincsen. Ami viszont az új stadion felépülésével egy új feladat lett számomra, az pedig az, hogy ezt kevesen tudják, hogy a mérkőzések vizuális elemeit egy vezérlőteremből irányítjuk kollégáimmal együtt, és ennek a vezérlőteremnek vagyok én, fogalmazunk így, a koordinátora. Tehát mi az eredményjelző táblákat és a reklámpaneleken megjelenő mindenféle grafikus és videós tartalmakat kezeljük. Ezen kívül innen fentről készítjük mi az élő közvetítéseket, akár ha olyan mérkőzés van, ami közvetíthető, akkor az egész mérkőzést, ha pedig nem, akkor közvetítjük legalább a sajtótájékoztatót a hazai meccsekről. Tehát ez egy teljesen más folyamat, most már természetesen kollégákkal dolgozhatok együtt, nem egyedül kell mindent csinálni, és mondhatom, hogy egy nagyon jó csapatunk van, akik fejlődőképesek, akik jól végzik a munkájukat, és hát láthatjuk azt, hogy mégis milyen nagy különbség az, ami most van MOL Arénában, és hogy honnan indultunk 2014-ben. Óriási a különbség. Igen, hát valóban, amivel a legtöbben megismerték a hangomat, vagy legtöbben megismerték azt, hogy én mit csinálok, azok a mérkőzés előtti ilyen kis vicceskedő, nem mondom, hogy vicceskedő, vagy vicceskedni próbáló videók voltak. Ez egy újdonság volt Szlovákián belül, ezt még egyik klub sem csinálta. Persze a Slovan ezt nagyon érzékenyen vette, ők nem értették benne a poént, meg hát azért tegyük hozzá, hogy a szlovák média is ezt azért elég erősen felfújta. Amikor is a liga legexotikusabb csapatát, az FK Senicét fogadjuk. Ez nem az ellenfél gyalázásáról szólt, ez inkább csak nevessünk egyet. Ugyanúgy kifiguráztuk magunkat is benne nagyon sokszor. Tudni kell, hogy ezek a videók úgy készültek, hogy általában megírtam a scriptet, vártam hozzá néhány vicc ötletet még a kollégáktól is, de elmondhatom, hogy gyakorlatilag ez a videó 90%-ban az én saját munkám volt, saját tevékenységem volt minden egyes ilyen videó. Itt az volt számomra leginkább a kihívás, hogy az általam nézett és ismert YouTube videósok ötleteiből egy kicsit merítsek, és ezt megpróbáljuk valahogyan alkalmazni a DAC táborára, a DAC közösségére. A szeniceiek 2009-ben a pozsonyi interjátékjogát megvásárolva a negyedikből hirtelen az első osztályban találták magukat. Hogy miért nincs ez már, ugye felmerülhet a kérdés. Tudni kell, hogy az ilyen videóknál mindig meg kell határozni, hogy mettől meddig tart. Egy idő után ez ellaposodhat. Tehát mi pontosan tudtuk azt, hogy amikor elkezdtük a nyitva elleni mérkőzés vicces bemutatójával, hogy a szezon végén ezt abba fogjuk hagyni. Több okból. Egyrészt az Európa Liga ellenfeleken nem röhöghetünk, hiszen nyilván volna ebben is valamiféle vicces, amit tudnánk találni, de ez már egy teljesen más szint, tehát ott már sokkal komolyabban kell vennünk egy Európa Liga meccset. És hát a
aztán egy idő után ez elfárad, ez a formátum. Egy idő után már erőltetetté válhat, és a csúcson akartuk mi ezt abba hagyni. Tehát szándékosan ez volt a cél. 3-0-ra nyertünk, de ezt csak kevesen láthatták. Ez itt épp az első gól. Szépségdíjas, ugye? Hát ugye a hétköznapi videók, ami azt jelenti, hogy például egy autogramosztásról készülő videó, az általában az én saját munkám. Egyedül veszem fel, egyedül vágom meg, egyedül választom ki a zenét, és egyedül is töltöm fel, ezután felkerül az egyes felületekre. De tudni kell, hogy a meccs közben nekem ezer más feladatom is van, ugye, mint már korábban említettem. Itt már muszáj külsősökkel is együtt dolgozni, tehát Bíró Máté az, aki a mi aftermovie-inkat készíti, és hát van 3 nagyon ügyes videós kollégám, akik a kamerákat kezelik. Hát én viccesen azt szoktam mondani, hogy én utoljára az U21-es válogatott meccsét láttam rendesen, mert akkor elég volt csak az eredményt kapcsolgatni az eredményjelző táblán. Én valójában a mérkőzéseket egy kis kijelzőn látom, vagy a kamerakijelzőn, vagy pedig a monitoromon, ahol egyszerre 7 kamera képét nézem szimultán. Azt jelenti, hogy ha valaki megkérdezi tőlem, hogy milyen volt a mérkőzés, nem én leszek az, aki szakmai elemzést fog egy-egy meccsről csinálni. Egyértelműen a legpozitívabbak azok a győzelmek, amiket a szurkolók is olyan intenzíven megéltek. Az nálunk ugyanolyan érzelmeket vált ki fent a vezérlőteremben, ahol nem csak én és a kollégáim örülünk ugyanúgy egy gólnak, ugrálunk, ordítozunk, esetleg egy szép és győztes találatnál, hanem elég csak kinéznem az ablakon, és Bíró Tomi ugyanezt csinálja, aki föl-alá szaladgál az ablakunk előtt, és ez számunkra is óriási motivációt ad. Tehát mi ugyanúgy átéljük fent a mérkőzéseket. De nem tudom én ezt kielemezni, de a hangulat az nálunk is jó. Én szeretek meccsre utazni, bármennyire is furcsán hangzik. Egyrészt lehet egy jót aludni, például Nagy Mihályba az úton. Olyan értékes időt töltek el ilyenkor, amire lehet, hogy hétköznap nem jut. Egyszerűen idő. Tudok egy jót olvasni, és nekem az jó, van bennem egyfajta ilyen várakozás, hogy mi lesz majd a meccsen, mikor oda megyünk a helyszínre, hogy mi fogad minket. Most már persze minden stadiont körbejártunk már Szlovákiában, de nekem még mindig különlegesek a kupameccsek, amikor előre ki kell nyomozni, hogy lesz-e vajon kameraállás, lesz-e elég asztal, ahova mi le tudjuk rakni a felszerelésünket, lesznek-e megfelelő körülmények, és a legfontosabb, hogy lesz-e megfelelő sebességű internetkapcsolat. Mindig egy rakás kérdőjel van benne, amit utána jó a helyszínen megoldani. És azon kívül, hogy hétfőtől vasárnapig tartó munka, még ott van a galéria is. Tehát hogyha az egyik munkahelyen végzek, akkor megyek a másikba. Természetesen meg kell találni a megfelelő időbeosztást. Mindenre jut idő, ha az ember akar rá időt találni. Ugyanúgy a családra is jut elég idő, hogyha az ember ezt meg tudja szervezni. És nagyon szeretek szervezni, tehát főleg az időmet is nagyon szeretem jól beosztani. Természetesen a családdal nem tölthetek annyi időt, mint amennyit szeretnék. Ugye hétvégén automatikusan foci meccs van, de egyébként is elmennék arra a foci meccsre. Tehát itt most oké, így is úgy is ott vagyok, csak most dolgozok is mellette. De ez egy olyan hivatás, és mellette hobbi, és mellette futballrajongás, ami egyébként is szerintem a legtöbb családban megtalálható. És hát ugye ebből élek, ebből tartom el a családot, ez a legfontosabb. Mindig előre gyártam az ötleteket, hogy mi az, amit még szeretnék a jövőben megvalósítani. Nem kell valami magasztos és nagy dolgokra gondolni, de például vannak olyan videó ötletek, amelyeket például más csapatoknál láttam, és teljesen alkalmazhatunk itt Dunaszerdahelyen is. Tehát az például, hogy két kislányt bemikrofonozunk, az is egy ilyen ötlet volt, amelyet én láttam az interneten. Ezt a Manchester City csinálta, nincs ezen mit szégyelleni, de tökéletesen működött nálunk is. Az, hogy az edzőt mikrofonoztuk be utána, az már a mi saját ötletünk volt, és az, hogy még a jövőben kiket fogok bemikrofonozni, az pedig már a fejemben megvan, tehát vannak még ötletek. Nagyon sok ötlet van, hogy például egy következő ötlet a
az új fanshop videó, fanshop reklám videó is nagyon izgalmas lesz. Nem, lehet, hogy amikor ez a videó kikerül, akkor már az is közzé lesz téve. Ez is egy kihívás volt, ez is egy olyan ötlet volt, amire én hónapokig készültem, és a végül aztán sikerült megvalósítani. És még nagyon sok olyan van, amit még így tolunk magunk előtt, hogy a megfelelő időben azt meg tudjuk majd valósítani. Tehát ötleteim nekem mindig vannak, ezeket nem kell úgy elképzelni, hogy egy egész szezonra szóló ötletek, de ha éppen adódik a szituáció, akkor van mihez nyúlni, ha valamit meg kell csinálni. Igen, igen. Hát az edzős videóból is volt mit kisípolni, hát azért ismerjük. Mindig lehet jobban csinálni, és jobban is kell. Tehát valahogy így csinálom minden nap, hogy tudom, hogy most ezen a szinten vagyok, ez a legjobb, amit nyújtani tudok, de ez nem elég. Mert mindig lehet még jobban csinálni. És lehet, hogy más megmaradna egy adott szinten, és nem képezné magát. Számomra nagyon fontos az, hogy képezzem magam is. És minden nap megpróbáljak jobb lenni. Köszönöm szépen én is!